A Fanta Villa, az öreghegyi közösségi ház 7 évtizede a városrész kulturális központja. A házban az utóbbi időben komolyabb, átfogó felújítás nem történt, mindössze a szükséges mértékű karbantartási, állagmegóvási munkálatokat végezték el. Ennek következtében az egyes padló és falburkolatok elhasználódtak, esztétikailag leromlott az állapotuk, a villamos hálózat pedig nem elégíti ki a mai igényeket. Ez a művődési ház egy olyan gyönyörű környezetben van, amit a helyi közösségek nagyon szeretnek. Szeretnek idejönni az öreghegyiek, és szeretnek a város többi részéről is ide látogatni a vendégek, mi pedig szeretnénk olyan méltó környezetben, egy kicsit megújultabb, modernizáltabb környezetben fogadni őket, ami azt gondolom, hogy segít, hogy tényleg az otthonaikból szívesen mozduljanak el egy művöldési házba. A mostani felújítás keretében az épület földszintjének teljes villamos hálózata megújul. A földszinti férfi mosdó és büfé komplett gépészeti és építészeti átalakításon megy keresztül, valamint megújul a földszinti helyiségek padló és falburkolata mennyezete is. Itt az előtérben új padozatot kap az előtér, és a két előadó teremben is, a színházterem kivételével megjavítjuk a parkettát, és itt az előtérben pedig a korábbi büféhelységet lebontják a kollégák, és helyette egy kicsit modernebb kis kávézó jellegű vendéglátó egység, illetve egy ilyen kis hely alakul majd ki, ami előtt itt az előteret is szeretnénk új bútorokkal berendezni. A felújítási munkálatok várhatóan március 25-éig tartanak. Erre az időszakra a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ vezetése igyekszik minden saját művelődő közösségének helyszínt találni a közösségi együttlétre.